Egy muszlim férfi, aki az egész életét arra tette fel, hogy az iszlám radikalizmus ellen harcoljon. És egy kutató, aki csapatával több száz európai dzsihádista Facebook és Twitter oldalát követi, különböző terrorista szervezetek működését tanulmányozva. De miért dönt úgy egy Európában született muszlim, hogy csatlakozik valamelyik radikális szervezethez? És hogyan tudják szó szerint agymosni őket? Bábel, Hesnával a világ. Ma este a Dunán.